100 éve volt annak, hogy Ferenc József és Vekerle Sándor akkor a miniszterelnök aláírták azt a törvényt, amely az állami költségen épülő munkástelepek létesítéséről szólt, és ennek az egyik megvalósulása a akkor még lánykori nevén Kispesti állami munkástelep, de még Vekerle életében Vekerle telepnek nevezte el a nép, és már bekerültek így a hivatalos iratok közé, sőt a térképek már így jelentek meg. És amikor ezek a pályázatok beérkeztek, akkor maga a városszerkezeti terv kialakításának az első díjas pályaművét Palóci Antal nyerte, ugyanakkor az ő városszerkezeti utca terve nem későbbiekben kiderült, hogy kivitelezési, illetve megvalósítási szempontból nem megfelelő, és fölkérték Győri Ottmárt, aki akkor a pénzügyminisztériumban dolgozott mérnökként, hogy készítse el a beérkezett pályaművek alapján a saját javaslatát. Károly szobrát, egy 80-as években helyezték ide. Halálának 10. évfordulója alkalmából. Péterfi László alkotása még a tanácsi időkben épült, 1987-ben, tehát halálának 10. évfordulójára. Az a tervünk egyébként, hogy egyszer el fogjuk azt érni, hogy valóban olyan gyermekek, felnőttek, akik valamilyen hangszeren együtt és külön is jól játszanak, akkor itt a nagy érdeműnek vasárnap délutánonként műsort adnak. Ahol a fákról madárdal szól. Munkás arisztokraták kerültek ide, mert mind erkölcsileg, mind szakmailag a legjobbak kaphattak itt lakást. Természetesen a Magyar Királyi Államvasutaknak, a postának és más állami vállalatnak joga volt kijelölni, de az itteni gondnokság döntött a jelöltek közül, hogy ki kerül ide. Maga a katolikus templom nem itt épült volna fel a telepen. Ezt 1926-ban kezdték el építeni, akkor jelölték ki ezt a területet, ami odáig nyitott volt, miután a telepnek a fő közlekedés útvonala, illetve fő megközelítése pontosan a Pannónia út, innen tárul fel a Budapest felől. Engem ide helyezett a akkori főpásztor, Paskai László bíboros úr, és én ezt örömmel vállaltam, mint egy komoly nagy feladatot, kihívást, mint valóban az is, hiszen maga az épület nagysága, szépsége, művészi értékei, amelyeket meg kell őrizni, tovább kell fejleszteni, illetve restaurálni, és főként pedig a közösség építése. Sok fiatal család költözik ide Vekerlére, örülünk az új arcoknak a templomban, és igyekszünk őket bekapcsolni a közösség életébe.